Ez itt egy fémkereső. Bármilyen fémtartalmú tárgyat és nemes fémtartalmú tárgyat meg tud nekünk mutatni, hogy hol van. Ez nem az a tipikus fémkereső, amivel lehet ilyen kaszáló mozdulatokkal menni a réten, és majd egyszer csak becsipog a fülfejhallgatódban, hanem amikor becsipogott, akkor ezt szépen előkapod a nadrágodon található tokból, és meg tudod vele nézni azt, hogy pontosan hol is van az a gyűrű, telefon, pénztárca, akármi. Így néz ki az eszköz. És fajék egyszerű a sztori. Szóval ezek szerepelnek így a dobozban. Ezt kapom meg 8500 forintért, de abban nem volt benne viszont a szállítás. Az alját, hogyha szépen kinyitjuk, akkor egy ilyen üres légteret kapunk, amibe egy elemet kell behelyezni, de természetesen elemet nem kaptunk hozzá, úgyhogy... Helem. Egyelőre ennyit tudok én is a kütyűről, most pedig ki fogjuk deríteni azt, hogy földben mennyien mélységig működik ez a dolog. Itt van egy befőttes üveg. És azt fogom csinálni, hogy megtöltöm kb. Ideig földdel, és ide vagy ide elhelyezek egy 10 forintos, de úgy, hogy itt látszódjon az üveg szélén, hogy ott van, és utána fölülről elkezdem a földbe beledugni ennek a végét, és megnézem, hogy mekkora távolságra fogja majd jelezni. Van? Kb. Olyan 3,5-4 centiről érzékel így a földben. És hát az üvegen keresztül meg teljesen érzékeli. Na az a helyzet, hogy ez így önmagában nem tud nagyon keresni. Úgy értem, hogy próbálgattam azt, láttátok a videón, hogy így húztam végig a homokba, meg a parton, így kézzel, meg minden, de így önmagában egy nagy területen nem fogunk vele megtalálni egy pénzérmét. Ezért kell ugye a nagy, amivel be tudjuk mérni, hogy kb. Ezen a körön belül van az adott tárgyunk, és ezzel meg ki tudjuk keresni a területen belülről, de nem egy részről tudjuk megkeresni ezt, persze meg lehet vele, csak iszonyú nagy meló. Úgyhogy most arra gondoltam, bambusz rúdnak a segítségével, szóval hogy a végére ide felszikszellagozom, és csinálok belőle egy detektort, hogy majd csak így meg kelljen fogni, és így szép körbe így menni, aztán kipróbáljuk, és meglátjuk, hogy mi lesz. Kb. Fél órája vagyok lenni, és eddig konkrétan egy ekkora vasdarabot találtam, és igazából ennyi. Most megpróbálok itt végigmenni a füves rész mellett, mert ott szoktak nyáron takarókra. Nyáron itt a füves rész mellett szoktak törölközőkön feküdni az emberek, úgyhogy most ezt a részt megpróbálom itt végignézni, aztán majd meglátom, mi lesz. Beep, beep, beep.
konkrétan. Találtam egy ilyen vasdarabot, találtam egy kis vasdarabot, találtam egy ilyen lemezet, és találtam egy ilyen nagy, jobb vasdarabot, még találtam egy rudat is, egy vasrudat, és találtam a legértékesebb dolgot, szerintem 200 forintost. Ennyit sikerült igazából összeszednem kb. Másfél óra alatt, szóval ez nem egy megérős dolog. Most szerintem leállítom a kamerát, és meg poénból keresek egy kicsit, és bejelentkezek, hogyha találok tényleg valami értékelhető dolgot, nem csak ilyen vasdarabokat. Na most van az, hogy meguntam a fémkeresést, de tényleg, tehát, hogy most megint egy órát keresgeltem itt az erdőben, a közeli erdőben, és konkrétan ennyi mindent találtam. Tehát a vas csavarokon, szögeken és mindenféle ilyen vas lemez darabokon kívül nem sok mindent lehet találni. Legalább, hogyha még egy 200 forintost vagy valamit találtam volna, annak tökre örültem volna, és mellesleg még meg is fáztam a forgatás során, úgyhogy nagyon király! Jön magában nem éri megvenni ezt a pointert, mivel mindenképp kell hozzá nagy, hogy ki tudsz szűrni, hogy hol van az adott terület, ahol ezzel kell keresni. Szóval egy rétről nem fogod tudni ezzel kiszűrni. Összességében ez poén volt, meg jó volt vele hülyéskedni, meg ilyenek, de úgy konkrétan semmit nem találtam vele, csak elcsesztem rá egy kis időt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Holnap este találkozunk utoljára, ha minden igaz, utána már csak heti rendszerességgel. Hogyha még esetleg nem lennétek, iratkozzatok fel. Következő videóban találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra. Én Bence voltam. Ja, és dobjatok egy lájkot. Sziasztok!